Kívános hölgyeim és uraim! Nekilátunk a mai műsorunknak. Sportnyelven szólva a célegyenesbe érkeztünk, legalábbis ami a Verdi sorozatot illeti. Ez a műsor, ahogy a múltkor ígértem, most kivételesen betartom az ígéretemet, ez a műsor valamivel rövidebb lesz a szokásosnál, tehát nem fogja annyira igénybe venni a türelmet, és szünet nélkül fog menni. Az az érdekessége ennek az estének, hogy ez a Verdi sorozatnak az utolsó koncertje, és nem az. Hogy ez részletesen hogy néz ki, azt majd Melinda el fogja mondani. A Verdi sorozatot úgy gondoltuk keretbe foglalni, hogy bizonyára emlékeznek, hogy a legelső koncert, amikor elindult a Verdi sorozat, egy nagyon híres, népszerű kórus számmal kezdődött, ugye a Nabucco szabadságkórusával, és hogy méltó befejezése legyen a sorozatnak, egy kórussal fog befejeződni, a Requiem Salutis kórusával. A következő találkozásunk az október 11-én lesz, és az erre vonatkozó papírokat, meghívókat, szórólapokat szokás szerint hátul megtetszenek a koncert után találni. És akkor én nem is taporítom tovább a szót, átadom a lehetőséget Melindának. Sok szeretettel köszöntöm Önöket én is ezen a csodálatos júniusi kora estén, mind a magam, mind pedig a ma este föllépő művészek nevében, Kovács Ágnes szoprán, Pető József tenor és Lukács István bariton és basszus szerepekben. A stáb negyedik állandó tagja, Bándi Iris Réka ma nem lesz vendégünk. Itt van azonban állandó zongora kísérünk, az Operaház karnagya, korrepetitora, a csapat betanítója, szakmai irányítója, Salgó Tamás. Ezzel az estével elérkeztünk, mint ahogy István említette, a 2012-ben megkezdett Verdi sorozatunk utolsó előtti előadásához, amelyben Verdi két utolsó operájával, az Otellóval és egyetlen és valóban legutolsó operájával, Vígjátékával, a Falstaffal, valamint monumentális egyházzenei művével, gyászmiséjével, a Requiemmel fogunk foglalkozni. De mielőtt az említett műveket retérnénk, egy kicsit visszakanyarodunk Verdi életművében az időben, és bemutatunk egy néhány mondat és zenei részlet erejéig egy olyan operáját, amelyet amivel időhiányában eddig nem tudtunk foglalkozni. Ez az opera a Szicíliai Vecsernye, amelyet Verdi 2 éves franciaországi tartózkodása alatt írt, komponált a párizsi opera megrendelésére, és amely operának a szövegkönyvét Eugène Scribe, Le Duc d'Alba, azaz Alba hercege című művéből készült a libretto. 4 felvonásra tervezte Verdi az operát, azonban, hogy eleget tegyen a franciák elvárásának, miszerint monumentális, nagy horderejű, történelmi operát kérnek, 5 felvonásra bővítette. Az opera bemutatója 1855-ben volt, mérsékelt fogadtatással, és ezen talán nem is lehet csodálkozni, és talán nem is a legszerencsésebb témaválasztás volt az opera története, ugyanis arról szól, hogy a franciák leigázzák Szicíliát, és az opera végén a szicíliaiak lemészárolják a franciákat. Hát valószínű, hogy ez nem éppen a legjobban tetszett a franciáknak, de ennek ellenére az opera több bemutatót ért meg, mint amire a szerződés szólt. Az operában tehát a történet szerint a franciák megszállják Szicíliát, kormányzójuk Montfort hercege. A sanyargatott szicíliai nép megmentőjét Elena hercegnőben, ausztriai Frigyes húgában látja, akinek testvére szintén a franciák áldozata lesz.
Elenának segítségére van a fiatal szicíliai nemes, aki éppen börtönből szabadul, és aki bátran kiáll a kormányzó ellen, és biztosítja Elenát támogatásáról, és aki mellesleg titkon szerelmes is Elenában, és kiderül róla, hogy a kormányzó a francia kormányzó fia, amiről a kormányzó úgy szerez tudomást, hogy levelet kap halála előtt egy hajdan volt kedvesétől, aki ebben a levélben értesíti, hogy fiút szült neki. Fontos szerepet kap az operában Procida, az hosszú évekig külföldön számüzetésben élő doktor, aki Elenával és Arrigóval együtt szólítja harcba a szicíliaiakat. Az a tervük, hogy a kormányzó által rendezett ünnepségen ejtik meg ezt a támadást, és Elena fegyvert is fog a kormányzó ellen, meg akarja ölni, azonban Arrigó kettős érzelmei között ingadozva közéig ugrik és megakadályozza a gyilkosságot. A kormányzó, hogy a feszültséget enyhítse, össze akarja házasítani Elenát Arrigóval, a menyegzőt kitűzik, és végül is Procida ezt az alkalmat használja fel tervei megvalósítására. Az esküvői ceremóniát elkezdő vecsernyére szólító harang megkondulása a jel. A szicíliaiak bezönlenek és lemészárolják a franciákat, közöttük Montfort hercegét is. Az operából három részlet fog felhangzani. Az első Procida áriája az opera második felvonásából. A számüzetésből hazatérő doktor, Procida doktor megrendülve köszönti hazáját és benne szeretett Palermóját. Elmondja, hogy külföldön hiába próbált segítséget találni a szicíliaiak szabadságharcához, így azt a szicíliaiaknak maguknak kell kivívni. Az áriát Lukács István előadásával hallgatjuk meg. Recoil mio voto a te, recoil
Arrigó negyedik felvonásbeli áriája következik. Ebben az áriában meséli el Elenának, mi volt az oka annak, hogy kettőjük közé állt, és nem engedte, hogy Elena megölje a kormányzót. Pető Józseftől halljuk az áriát. Ma
me respiro ed essa amare a dirmi è la sopresta. Valóban hisz abban, hogy az esküvője Arigóval enyhíteni fog a feszültségen, és boldogan üdvözli a ceremóniára megjelent vendégeket, és megköszöni ajándékaikat. Elena bolerója következik, Kovács Ágnes énekel. Oh!
1870-es évek végére Verdiből egy morózus, morgós, beteges öregember lesz, aki nem érti a világ eseményeit, nem érti a recessziót, és kétségbeesve hallja a támogatás hiányában bezáró színházakról szóló híreket. Összevész franciaországi kiadójával, Escudierval, megszünteti a kapcsolatot legjobb nápolyi barátjával, de Santissal. 1879-ben egy alkalommal olaszországi kiadójával, Ricordival vacsorázik, és ekkor értesül arról, hogy Arrigo Boito, a zeneszerző, szövegkönyvet készül írni Shakespeare Otello című drámájából. Verdinek megtetszik az ötlet, azonban csak hosszú évek után, 1884-85 táján nyúl a témához, és az operát 1887-ben mutatja be csak a milánói Scala. Az opera a 15. századi Ciprus szigetére visz bennünket, főhőse Otello, a velencei mór, de ha az eseményeket végig kísérjük, akkor látni fogjuk, hogy az igazi főszereplő nem is Otello, hanem a sötét bosszút forraló velei gonosz Iago. Otello áldozata ennek a bosszú tervnek. Iago Cassio és a gazdag velencei kalmár Rodrigo ellentétét használja föl terveihez. Ellentétet szit közöttük, az ellentét párbajba torkolik, és a párbaj során Cassio meg is öli Rodrigot, amiért a mór Otello lefokozza. Iago bosszú tervét azért szövi, mert Otello eredetileg Cassiót nevezik ki kapitánynak helyette. Cassio, nem ismerve Iago sötét terveit, naívul hozzáfordul segítségért, adjon tanácsot, hogyan tudná visszaszerezni Otello kegyeit és a korábbi rangját. Iago nem véletlenül Cassiót Otello feleségéhez, Desdemonához irányítja. Beszéljen vele, és kérje meg, hogy járjon közbe férjénél az érdekében. Úgy rendezi az eseményeket, hogy Desdemona fogadja Cassiót, és a kertben meghallgatja, és ígéretet tesz neki, hogy közben jár az ügyében, de a beszélgetésnek fül- és szemtanúja Otello is, akiben felébred a mélységes féltékenység, és felesége megölésére gondol. Fejfájására hivatkozva kéri Desdemonától azt a jegykendőt, amit egy eljegyzési ajándékul tőle kapott. Hát Desdemona nem tudja odaadni a kendőt, hiszen azt elejtette valamikor. Iago felesége, Emilia találja meg, Iago elorozza tőle a kendőt, és Cassióhoz csempészi a hűtlenség bizonyítékául. Otello megesketti feleségét, hogy soha nem volt hűtlen hozzá. Desdemona meg is esküszik, azonban Otello nem hisz neki, durván elutasítja, megalázza. Mérget kér Iagótól, hogy megölje feleségét, de Iago azt a tanácsot adja neki, hogy abban az ágyban ölje meg feleségét, amelyben az a hűtlenséget elkövette. Desdemona egy alkalommal nyugoróra tér, elalszik, és Otello ez alatt a szobába oson, megcsokolja a feleségét, aki felébred, és naívul megint csak Cassio érdekében szól. Otellóban végképp megkeményedik az elhatározás, hogy felesége hűtlen hozzá, és párnái között megfojtja. Emilia szalad a szobába, és könnyek között meséli el a kendő történetét, hogyan került az Iagóhoz, és hogyan került, vitte Iago Cassio holmiai közé. Otello felesége halálos ágya elé roskad, és tőrével szíven szúrja magát. Iago bosszúja beteljesedett. Az operából két részletet fogunk meghallgatni. Az első
Jábú hitvallása ennek a velei gonosz, sötét lelkű embernek a hitvallása, a híres krédó, amelyben Jágó elmondja véleményét a világról, saját magáról, hitet tesz az álnokság, a hűtlenség mellett. Miután az énekes olaszul énekli az áriát, és különben sem egy szokványos ária, ha megengedik, elolvasom a magyar szöveget, csak előjáróba annyit, hogy a krédót egy jelenet előzi meg, amelyben Jágó Cassiónak adja azt a tanácsot, hogy forduljon Desdemonához, tehát a krédó első szavai Cassióhoz szólnak. Indulj, tudom jól, mi a véged. Egy ördög üldöz téged, és ez az ördög Jágó. Mert bennem démon él, nincs Isten más, csak ő, a nagy bosszúálló. Vallom, hogy rossz az Isten, s földi mása így lettem én, harcomban ő a vértem. Mocsokból lett a testem, húsom és vérem, rongynak születtem. Bűn lesz a sorsam, amíg csak élek, örökös posványból lett minden lény. Ezt hittel vallom én. Vallom ezt szentül úgy, ahogy a jámbor a krédót, mint halálig, hogy az a rossz, ami a szívben tombol, az csak hasznomra válik. Vallom, hogy aljas az, aki jónak látszik, álnok képmutató és szemfényvesztés nála, nevetés, sírás, hűség, ölelés, esküszó. Sorsverte báb, játék az ember, nem más, csak sárból támad senki, kit férjek rágnak szét. Testeden dáridózva győz a bomlás. Aztán halál és semmi. Világcsalás az ég. Hát ilyen sötét lelkű ez a Jágó. Egyébként a krédó szövegét nem Shakespeare írta az Otellóba, hanem az Arrigo Boitótól származik, és állítólag Verdi, a mélységesen vallásos Verdi a krédó miatti vezeklésül írta meg a négy állítatos énekének Ave Maria tételét. A krédót most Lukács István adja elő. Credo che il giusto è un istrion beffardo.
lacrima bacio sguardo, sacrificio e dolor. Desdemona azon a bizonyos végzetes estén egy hajdan volt kis cselédre emlékezik, aki Fűzfának meséli el szerelmét. Ezt követően térdel esti imájára, és énekli el az Ave Mariát, amit most Kovács Ágnestől hallunk. Thank you.
nehéz szövegelni ezután a gyönyörű előadás után. Az Otello 1887-es bemutatóját követően Verdi nem vesz tollat a kezébe már, legalábbis ami a Cotta írást illeti. Karitatív tevékenységgel foglalkozik, megtervez és megépített egy idősek otthonát Milánóban, mint egy 100 idős nélkülöző muzsikus számára, és még arra is van figyelme, hogy az otthon ne tűnjön szegényháznak, a sok ágyas hálótermek helyett két ágyas szobákat tervez. De egy 50 éven keresztül foglalkoztatja Verdit a Vígopera gondolata, különösen azért, mert Gioachino Rossini, az általa nagyra becsült zeneszerző egyszer azt a kijelentést teszi, hogy Verdi nem képes Vígoperát írni. 80 éves, amikor egy utolsó próbálkozást tesz, és ugyancsak Shakespeare művét, a Windsori Vígnő című vígjátékát dolgozza fel, Arrigo Boito szövegkönyvére. Az operát 1893-ban mutatja be a Milánói Scala fergeteges sikerrel, és a sikert még fokozza az is, hogy az előadás stábja végigviszi stagioneként az operát Itálián és a nagyobb európai városokon is. A főszereplő Sir John Falstaff, az öreg, pocakos, gátlástalan öreg úr, egyszerre több hölgynek udvarol, azonos szövegű szerelmes levelet küld Alice Fordnak és Meg Pegnek, akik aztán Mrs. Whitley-vel kiagyalják, hogyan büntessék meg a gátlástalan lovagot. Különböző kalandokon megy keresztül Falstaff, a féltékeny férj Ford elől egy szennyes kosárba csukják, majd belepottyantják a Temzébe, szellemek hada bünteti meg, de minden jó, ha a vége jó, Falstaff nem esik kétségbe, meghívást kap Annuska Ford lányának és Fentonnak az esküvőjére is, és a végén azt mondja, hogy a világon minden móka és játék. Az operából két részlet hangzik fel. Az egyik Fenton áriája lesz, aki a Windsori kertben Falstaff megbüntetésére váró társaságban Annuska iránti szerelméről énekel. A másik ária pedig Annuska áriája lesz, aki király kisasszonynak öltözve vesz részt a játékban, és miről énekelne, mint Fenton iránti szerelméről. Pető József és Kovács Ágnes következik. Thank you.
creación, a la sua cura tende sempre ad unir chi lo disuna. Così baciai la disiata bocca, bocca baciai. '68-ban meghalt Gioachino Rossini, akinek emlékére Verdi egy requiemet készül össze megkomponálni. Ő maga a Gyászmise Liberami tételét komponálja meg, és a többi tételre felkéri a kor legnagyobb zeneszerzőjét.
A mű létrejön, azonban feledhető és nem is kerül bemutatásra. Verdi ezt követően 2 év múlva foglalkozik ismét a gyászmise gondolatával, amelyhez az apropót a romantika egyik kiemelkedő költőjének, a Risorgimento vezéralakjának, Alessandro Manzoninak a halála adja. Sokáig ezt a requiemet Manzoni requiemnek is nevezik. Manzoni, Verdi megírja a Liberami tétel mellé a többi tételt, és Manzoni halálának első évfordulóján, 1893-ban a milánói San Carlos székesegyházban fel is hangzik a gyászmise. Annak a Terezina Stolz szoprán énekesnőnek a főszereplésével, aki Verdi életét egész haláláig végig kíséri. A Requiem, tehát gyászmise egy hatalmas, monumentális egyházzenei alkotás, amely azonban magán viseli Verdi operaszerzői mi voltát, Ízig-vérig operaszerző, és nagyon sok dallammal, Requiemnek is, operába is illik. Nem kíséri dogmatikus értelemben a liturgiát, nem szolgálja, túlnő a szertartás kereteit, ugyanúgy, mint Bach hámolmiséje, vagy Beethoven Missa Solemnisse, Mozart Requieme. Szoprán, mezzoszoprán, tenor és basszus hangra, vegyes karra és zenekarra íródott. Most 3 részlet fog felhangzani a Requiemből. Egy lírai tenorária, az Inge Miszkó, amelybe beledörren egy könyörgő basszusária, Computatis, és felvételről majd a milánói Scala énekes zenekara előadásában Riccardo Muti vezényletével egy dicsőítő kórustétel, a Sanctus. De mielőtt a részletek felhangzanak, ha már Requiem, gyászmise, akkor egy néhány szót ejtsünk Verdi utolsó éveiről és haláláról. 1897-ben Verdi kap egy figyelmeztetést, felesége Giuseppina félig bénult, beszédképtelen állapotban találja egy alkalommal. Verdi nagy nehezen egy szót ír egy papírra, ez a szó a kávé. Hát valószínű megitatta vele Giuseppina a kávét, minden esetre Verdi néhány nap múlva felépült. Giuseppina ebben az évben, 1890-ben hal meg, és ezt követően Verdi főleg Milánóban tartózkodik, elhanyagolja a Sant'Agatai birtokát, szeretne barátai közelében lenni, és így Milánó a tartózkodási helye. 1901. január 21-én már nem csak figyelmeztetést kap, hanem egy végzetes agyvérzést, amelyben 7 nap múlva belehal. Egész Itália főhajtással fogadja halálhírét. Temetésekor bezárnak az üzletek, megállnak a vonatok, megáll az élet Itáliában pár percre. Hamvait a milánói temetőben helyezik el, de később átviszik ebbe a bizonyos idősek otthonába, és a díszes kriptában helyezik el. Tehát hallgassuk akkor a 3 részletet, Pető József, Kovács Ágnes és Lukács István Pető József, Lukács István előadásában és a felvételről. Thank you.
Oh!